eszméletlen mennyiségű energiát használnak fel a Szekszárdi Unió Boxi medzésén résztvevő sportolók, a nagymúltú egyesület újra régi fényében kezd tündökölni, egyre többen járnak ugyanis le a terembe, mondja Halász Gábor klubelnök. Vannak kicsik, elindultunk versenyek, és bízunk benne, hogy ősszel a Magyar Bajnokságon, akár még érmeket, akár címet is tudunk ismét szerezni. Mindenképpen ilyen kisebb versenyek, helyi környébeli versenyekre elmegyünk, sajnos anyagi korlátaink van, amit az gátoztak mindenképpen a mozgásterünknek, és akkor össze a Magyar Bajnokságokra, aztán meglátjuk, mennyit ez az idő, meg a többi dolog. Mozgáskoordináció, erő, színnövelő edzéseket csinálunk. Változó van, mikor gyorsító edzéseket a versenyre készülünk. Attól függ, hogy mire készülünk, milyen időszak van. Alapozó időszak, akkor alapozunk, most alapozunk épp, keményebb az edzés. Amikor túléltük az alapozó időszakot, akkor ugye nyilván felpörgessük őket, hogy pörgösebbek legyenek, de addigra beérik ez az alapozás, jó kemények lesznek. A sportolók között minden korosztályból találni képviselőket, sőt, van, aki 6 évvel ezelőtt először lépett be a terembe, most pedig már a többiek felkészítésével is foglalkozik. Igaziból nem tudom, mert annyira megszerettem, hogy annyira az életemé vált. Hát most nem szeretnék ilyen nagy célokat kitűzni, de egy olimpia cél. Az pedig, hogy a teremben lejárók a legjobb kezekben vannak, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a nehéz súlyú profi karriertől visszavonuló klubelnök az elmúlt időszakban minden energiáját az utánpótlás nevelésre fordítja. Tovább kell lépni, nyilván nehezen, a szívem még húz, ugyanúgy napi edzésben vagyok, annyi, hogy versenyekre nem megyek, már meccseket nem vállalok. Annak tehát, aki kacérkodik a gondolattal, hogy lenézzen a terembe, nem kell félnie, mondja Halász Gábor. A profi szakemberek minden újonccal a legelejétől kezdik el az edzéstermet. Az edző Novák Gyuri megmutatja az alapállást neki, ütéseket, lépéseket, egymásra gyakorolják a lábmunkát, alapállást ilyeneket, és utána szépen lassan, hogy megy előre, tudásban úgy kapja komolyabb feladatokat. Ilyen 6-7-8 éves korton van egyéntől függeni, és akkor attól fölfelé nyilván a komolyságától függeni, és úgy kapja majd a feladatokat. Érdemes eljönni, akár megnézni az edzést, kipróbálni, ha van kell valakinek, akkor beállni.